Jó, reggel Vietnám, üdv a csatornán, képen jelentkezik a következő videó, ami nem lehet más, mint egy alsó újra rész. És mielőtt elkezdeném a videót, szeretném megköszönni nektek azt a rengeteg kommentet, amit írtok a komment szekcióba. És a modokat, amiket küldetek, és azok a modok be fognak kerülni előbb-utóbb, csak annyit szeretnék elmondani, hogy igazán mindig azokat a modokat rakom be, amikre szükség van, mert hiába rakok be 50 darab modot is a játékba, úgyse lesz rá a pénzük, mert hardmodba játszunk, mint az állat. Egy darab modot hoztam, amire szükség lehet ebben a részben, és igazából amire szeretnék hajtani, gyorsan megmutatom nektek. Közben még beszélünk a kommentekről, hogy miket szoktatok írni, meg hogy mit írtatok, meg hogy mit javasoltatok, meg ilyesmik. Na, amit hoztam nektek, az nem lesz más. Az nem lesz más, mint egy hamster, amit 50 ezerért raktam be, ezt úgy gondolom, hogy körülbelül megfelelő árkategóriába sikerült a megfelelő árkategóriát sikerült megcéloznom, szerintem inkább így kellene mondanom. Egy 70 lóerős traktorba el tudja vinni, 25 ezer liternyi füvet, vagy pedig szalmát tud magába foglalni. És hamutartó nekem megnézte, volt olyan kedves, hogy gyakorlatilag itt a föld végében lévő öreg megveszi a szalmát is, és nem csak a bálát, ahogy ugye írja a map. Úgyhogy ez nekünk jó lesz. Várjatok, álljunk neki dolgozni, mert különben nem lesz belőled semmi se. Nem lesz semmi se belőled, Keeper. Adjál neki! Csapjál rá a valagára, azt hadd megyen az MTZ. A gyerekek, az a csávó, hát kitörti, akkora emberünk van, akkora melósunk, hogy kitörti. Hát ez meg mit csináltál? Az látszom, én egy kicsit utána kell majd forgolódni, úgy látom a területen. Jó vagy, hát gyerekek, hadd dolgozzon. Mi meg azt csináljuk, hogy a kombájnokat elvisszük a másik területet, azt pörgünk mind a trágyaszóra, mert különben nem lesz belőlük semmi se. Igen. Itt lehet, hogy vannak tuskók, vagy valami csoda. Gyorsan átmegyek, és akkor ott az a terület, ami ott jobb oldalt van. Meg kell nézni, van a gyüle, nem gyüle. Remélem, hogy nem jön a vonat. Mert a Keeper szíve megszakad, hogyha a kobályt belöki a zárokba, és a javítási költség sok lesz. Hát az elejé pályát szerintem nem erőltetem, srácok, hiába van jó mikrofon, szarbú nem lehet várat építeni, ugye szokták mondani. Nagyon gyorsan össze akarok kapni 50 ezret, nagyon gyorsan, gyerekek, nagyon gyorsan, mert szükségem van arra a hamsterre, akarom, hogy szödje a szalmát fölfelé. Jaj, megmondom őszintén. Várjál, körülke nézni mindig, mert őrület vagy. Megmondom őszintén, hogy ezt a pici földeket is learatjuk ám, gyerekek. Egy picit. Már a könyökömön jön ki ez az aratás, meg hordjuk a szemöt, mint az állat. Hál' Isten, nem kell olyan nagyon messzire vünnyi. Várok egy kicsit vele, inkább idehozom a következő kombányt. Mert legyenek távol egymástól ezek a kombányok, mert mindig itt megőrülünk akkor azzal. Egy kicsit le vannak amortizálódva, majd a TMK mindenképpen be fog ugrani. Küldtetek egy csomó ilyen tartályt, amivel tudom majd hordani a különböző szájrékat. Többek között a parmetszert, nagyon autentikusokat, köszönöm szépen. És tényleg, amiket modokat küldtök, azok be fognak kerülni a játékba. Daniel Schindler a Dutra is be fog kerülni, sőt, még az E28-asat is berakom a kedvenérbe. Látom, azt nagyon éled. Meg a nagy Dutrát azt mindenképpen. És még annyit szerettem volna elmondani. Igen, hát nem érdemes addig olyan modokat beraknom, amiket nem tudok megvenni, meg nincs rá pénzem. Ja, a rendezett 100 órás bekapcsoltam az összes járművel, hogy ne legyen probléma belőle. Hát itt is kellene egy kicsit várnom, de hát talán megindíthassuk. És akkor jövünk egyből a izével, gyerekek, az ifába, mert már 57%, 56%. És adjál neki, Sanyi. Szedd alá az ifába, gyerekek. Összesen egész életemben egyébként ifázni nem sokat ifáztam. Mármint úgy értem, hogy nem sokat ütem ifába. Volt egy haverom, aki zalahúsos volt, zalahúsos ifába hordta ki a húst. Hát kilopták a szemét, gyerekek, a izének, a magyar államnak. Mert akkoriban, hát rendszerváltás után volt ez, akkor már nem a magyar állam, hanem akkor... Jaj, azt hittem annak a pirosnak, hogy az minket fel fog tépavarni, de nem. Mert lehet, hogy megvárom itt, mert akkor meg túl közel megyek hozzá, nem fog tetszeni a kombánynak. Megvárom, hogy kerüljön, aztán akkor megyünk utána, jó a gyerekek? Egyébként ezt a részt már az új mikrofonnal veszem fel, próbálom egy kicsit jó távol elhelyezni a nagy fejemtől, mert nincs popfilterem, aztán ne az legyen, hogy megállás nélkül azt halljátok, hogy hogyan köpködöm tele itt a dolgokat. Na jó, most már elévághatok. Azt hiszem.
Onni, onni. Nyisd ki a csöveret, tesó. Gyere, 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 aj. Ja, zalahúsos ifával róttuk az országútakat. Hát az olyan voltak azok az ifák, gyerekek. Egy az, hogy ugye a kabinban van a motor, konkrétan. Egy hatalmasan nagyon jó konstrukció az ifa gyártól. Hogy beteszik a kabinba a motort, mert nehogy jól érezed magad. Olyan, mintha ugye gyakorlatilag a két ember között, ugye megmutatom, itt van a motor. Itt ami ott le van takarva, ez a fekete, ott van a motor. Azt ott fölnyitod, és akkor ott tudod szerelni akármicsoda. Hát borzalom. Mi a franc van ott az a kombány? Álljál meg, Sanyi, mert megint mit csináltál? Jaj, hát lerugatod a gumikat, rohan. Zsirulj. Zsirulj gumikat, csak egy 30 éves gumik. Igen. És... ezt irányba állítom, mert itt problémái akadtak itt a melósnak. Úgy látom, hogy sokat ivott a Pierre idejébe. Fordulsz, fordulsz, adjál neki. Fordulj el, hely! Nem megy tovább. Jó vagy. Nehogy fordulj el, tesó. Na, nyomjad neki. Aha, ott meg már villogtatnak, már tali vannak. Nagyon jó, hamar meg lesz a hamster. Hamster, gyerekek, egy kicsit olyan accentussal mondom, mi? Amerikásan. Ja, igen, és halál. Halál egyébként jó, hát forduljanak el szerintem, azt utána akkor üdítünk. Borzalom. Borzalom a izébe zifába ülni, főleg, ha egy picit hengerfejes volt. És nagyon izé volt, csetteget. Miket hordtunk? Meg emlékszek, zalahúsos ifát dolgozott a gyerek, hát tényleg a szemét. A szemét kilopták gyerekek az zalahúsnak. Sonkákat, mindent, szalámikat, össze-vissza állandóan mindent, amit tudott, azt lopott. Már ott tartott a gyerek, már annyi mindent ellopott, hogy már annyira ráállt erre a kolbászlopásra, meg a húslopásra, hogy szokta hozni hozzám, hogy már nem tudom hova rekni, tesó, de ezt már el kell hoznom. Ezt már nem, már lelkiismeretem nem bírja, hogy azt ott hagyjam. És izé volt. És később átkerült kegyeres autóra. Hát, benne volt a vérében, hogy mindenképp el kell hozni, de a zsömle az nem volt olyan nagy biznisz. De kényszeredett kleptomániás volt már. És izé volt. És a pék autóról a kegyeret meg a zsömlét is hordta haza. Meg tukmálta mindenkinek, nem kellett senkinek természetesen. Jó, a gyerekek, egész jól haladunk. Hát ez, azt lehet, hogy én leürítem, mert az most így olyan szinte belé fog itt keveredni a dolgokba, mint cigány gyerek a Huzentrogerbe. Úgyni. Oké. Oké, 14 ezerünk van, kb. 15 ezeret kapunk ugye egy fordulóért, meg leszünk 30 ezer körül. Kettő forduló, sítsúgy gyerekek, meg lesz itt az egész, jó lesz ez. Ezt leürítem gyorsan. Én azt hiszem, hogy ez kb. Ez meg is fog telleri. Aztán akkor adjál neki. Gyorsan leadjuk. Hát jó, közel kell hordani. Ezt összehamsterezzük. Átrakjuk másik földre. Várja, mi van itt? Ott van egy föld. Ami szerintem az már árpa lesz. Jó, már jó. Tolassunk hátra. Aztán hadd menjen. Nem baj, egy kicsit távolabb kerülnek a kabbágyak egymástól, mert nem lesz vele gond. Megy és annyi, nehogy megálljál, mert megőrítesz. Úgy jó, mert oké. Ügyes voltál. Feri. Az is akkora gyerekek vannak itt, hogy nem fér be a kobbágyba, baze. Na. Ja, hát igen, írtátok többen, hogy fogyik a pénzem rendesen. Hát ugye dolgozik három munkás, meg ilyenkor úgy van. Ja, nehezményeztem ezelőtti részben ugye, és fölvilágosítottatok, hogy azért nem fogy a kombányokból az üzemanyag, mert ugye mikor géppen dolgoztatsz, akkor gyakorlatilag olyan, mint hogyha venné az üzemanyagot, szóval hogy nem is fog fogyni nagyon. Na. Ürítsünk, gyerekek, ürítsünk. Hamstert akarok arra az etorra, nagyon élem azt az etort egyébként. Ujjjjjjj, már kéne nézni az MTZ-re, mert nem tudom, mit csinál. Nagyon jó, néha elhagy ilyen csikokat, de teljesen jól működik. Attól félek egyébként, hogy ott, ahol össze van szárva a terület, lehet, hogy át fog majd vágni a túloldalra. Majd azt arra rá kell nézni, nehogy az legyen, hogy azt is elkezdi kultiválni, amit nem kell, jó? Mert itt már látjátok, hogy hát még odébb lesz az, odébb lesz. Egyébként ilyen kicsi kultivátort, meg az UTB-t mindenképp meg fogom venni, meg fogok venni Dutrát is. Többek között azért, hogy autentikus legyen a millió. Mármint a TS, hogy a Dutra azt kell. Ja, valaki írta egyébként, hogy
Class Combine-t akarsz venni az INTS-be, ahol... Mármint a kommunista TS-be. Hát nekünk voltak. Nekünk itt Zalában a TS-be voltak Class Combine-ok. A Dominátorokat ugye írtam is neki, hogy már ezeket 70-től gyártották. És nem emlékszem, hogy voltak Class Dominátorok, ugye? Nem csak rendszerváltás után voltak klasszok, hanem ugye rendszerváltás előtt is voltak azok már. Az nem is tudom, azt talán német. Nem tudom, hogy kelet-némete vagy nyugat-német, megmondom őszintén, fogalmam is. Nem biztos vagyok benne, hogy emlékszem rá, hogy voltak. Voltak klasszok. Forsütek voltak, meg klasszok. Nekünk ez a kettő adatot meg, én úgy emlékszem. Jaj, de jó, már végre mehetek hamsterezni, nem is kár a gyerekek, jaj, tesó. Egyébként nem vagy olyan jól a búzáért már. Hát remélem, hogy ezért a szalvát azt majd jól fogják venni. Hamutartó megnézte, nekem tényleg ott el lehet adni, úgyhogy nem csak a bálát, ahogy írja. Jó lesz, egy kicsit mást is csinálunk, meg tényleg egy... Fel fogjuk futtatni ezt a TS, muszáj lesz, ott jön a vonat, gyerekek, nézzük már meg, én úgy emlékeztem, hogy izé van rajt. Úgy néztük, ugye? Hát igen. Klassziákok. Vagy klassziák, készíják. Kombányok. Kombányok vannak rajta, meg mindenféle faszállító. Faszállító izékocsi is volt. Meg üresen vannak a izék, a szenes kocsik. Nagyon jó. Egyébként gyerekkoromban mindig volt egy ilyen fóbián, féltem a vonattól. Mármint úgy féltem a vonattól, most ez hülye hangzik, de hogy... Ugye a vonat az elég veszélyes, már mindig attól, így, még mindig az van, hogy ilyen állomásokon én ilyen tök parásan állok a peronon, hogy nehogy leessek, nem tudom miért van bennem ez, hogy mitől parázzak, de tényleg van egy ilyen félelem bennem. Nem olyan nagy az a föld, nem? Mindjárt végeznek. Szerintem lassan már felébe végeznek. Ja, utána, hogy mit kellene venni? Ezt jó lenne megbeszélni. Én arra gondolok, hogy kellene mindenképp egy UTV, és kellene még egy olyan tárcsa, egy olyan pici tárcsa. Az UTV-t azt mondtátok elég csites, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit én majd most módosítani fogom, hogy leveszem a teljesítményét. Mert mondtátok, hogy valami 270 ló előre van írva, hát ilyeneket le fogok venni, nem az lesz, hogy IHA tárcsát fog húzni a két kerék meghajtású UTV-ben, az nem fog nekem tetszeni. Ja, meg az állattartást mondtátok, indítsam be. Az is kellene, gyerekek. Az is kellene. Az is jó lenne. Jó, egyébként jó eljöttünk a izéktől, TS telepünktől, nem? Mindenfele járunk már csak ott, nem amerre izé, amerre van a TSC. Jó lassan izének telnek most ezek a kombájnok. Állítom, hogy ezek a földek nem egyformán vannak meg. Megpermetezve, vagy megtrágyázva. Mert itt, gyerekek, mint hogyha nem telnének gyorsan a kombájnok. Valami nem stimmel. Mindenképpen nekünk is permetezni kell, hogyha még nem is vesszük meg a permetező helikoptert, mert ugye azt minimum 500 000 euróba fogom felszámolni magamnak, akkor is valamilyen permetező szerkezetet, ugye, ami esetleg rögzíthető hátulra, vagy bármilyen ilyen szétnyitatót, ilyen retrót, azt fogok használni, ezek össze fognak adni, gyerekek, jól gondoltam. Kiállok vele. Oké, menjél, barátom. Nem szeretnek egymás közelébe menni, mert akkor sokkot kapnak, idegállapotba kerülnek, aztán akkor nem akarnak dolgozni a gyerekek. Ja, egyébként egy ugyanilyen kombájn még mindig van itt a faluba. Sőt, még van egy ilyen piros kabrió kombájn is, az nem tudom milyen, olyan, mint ami ilyen piros, és gyakorlatilag csak egy lemez van a fickó fölött, ugye a sofőr fölött, vagyis a gépkezelő fölött. Gyakorlatilag csak egy ilyen vas lemez. Nincs kabinja. Jó van, srácok. Legyen meg az 5000 aztán akkor végre tudom csinálni. Hát igen, ezt elég hamar learatják ezt a földet, és szerintem ez a nincs olyan hozam. Az a baj, hogy itt még ugye a Farming Simulator 15-ben nem írja azt, hogy trágyázott, meg nem... Látod? Mert hogy ennyi van, hogy növekedés van, meg termésfajták. És nincs az, hogy mint az újabb részekben, hogy kiírja, hogy trágyázott, vagy mit tudom én, ezt kell neki, azt kell neki, hanem...
Hogy te azt tudod már, mint lepermetezed, aztán emlékezzél rá, gyerek. Ne bozva, hogy itt írogatja rekő. Hát 72% szerintem meg elviszem, mert a következő adag már nem biztos, hogy bele fog férni. Meg lehet, hogy akkor az Zeto Krisztál a fökecselek a boltig, ugye nem csináljuk azt, hogy ugratunk itt gépeket. Azt gondolom, azt észrevettétek, hogy egyszer nem volt még ugratva, és nem is fogjuk ugratni. Ha esetleg olyan lesz, akkor rakok be vonórudat, vagy pedig trélet, és azt fogjuk bevinni, hogyha esetleg 100%-ra leszedálunk valamit, vagy pedig, hogyha kifogy az üzemanyag, akkor mindenképpen úgy fogunk hozni neki üzemanyagot. A gépeket ugratni nem fogjuk, hát ez nem valós. Elég baj az is, de mondjuk azt nem tudom megoldani, hogy most nem akarom azt csinálni, hogy nem tabolok a gépek között, mert akkor meg a fél gameplay arról szólna, hogy ugye ide-oda gyalogolok. Mert annak megint nem lenne értelme, az meg megint a másik véglet lenne. 36 ezer gyerekek a hátsóban szerintem, vagy 2000 van, több nem. Jó, 40 000 körül, igen. 1900. Úgyhogy egész jól eltaláltam. Ja, még egy karikát leszállítok, szerintem egy fullosot, akkor nagyjából meg leszünk a izébe. Meg lesz az 50 ezer. Hát gyerekek, amíg visszarem érnek a kombájnok, akkor a krisztát beviszem a boltig. Hogy ugye akkor föl tudja venni a... Meg megnézzük az MTZ-t, az is hogy dolgozik. Azt különben tetszik, hogy egyre több dologra kell figyelni. Ez megint itt megakad valamiben, de miben? Na, gyerekek, valami itt izében, fönforgás. Jaj, nem, megint egy olyan retek tuskó gyerekek, beszartok. Jó, meg is akadtunk rajta. Na, megint izé, sérültünk, jó. Ezeket aki oda tette gyerekek, hát... A kezait etőrdelném, gyerekek. Na! Jó. Az meg ott össze... ja. Csináljuk, krisztállal bevegyük a boltig, mert... Mert kell. Mert nem fogjuk odaugratni a gépet. A hamster az meg nem fog idegyűni magától. Legalább egy kis belső részre. Hát micsoda, be van téve az ajtó. Hogy is nyílott az ajtó, gyerekek? Hát ez az... Ez azt meg betesszük, mert az nem kell. Ja, hát nem egy gyors egyébként ez a Zeto krisztál. 30-al megy. Amúgy szerintem le van egy kicsit, ez egy kicsit kevés, ez egy kicsit hülyébb van megoldva, de hát jó van. Küldtetek egyébként modokat azokról a krisztálokról, amit beszéltem, és tényleg eltaláltátok, ami ilyen futurisztikusnak tűnik, és mondtam, hogy nem ilyen, mint amiben ülünk, olyan volt itt a zalai TS-be, hanem ilyen kisebb, de ilyen futurisztikus, ilyen nagyon furcsa formájú, ilyen szögletes formájú, és küldtetek róla modokat, és tényleg azok voltak. Itt az oldalán egy végighúzódó ilyen fehér rács volt. Tehát jó. Azok kisebbek voltak. Hát ez mekkora lehet? Ez nagyon nagy Zetor lehet, nem? Ugye a valóságban így látná az ember. De nagyon lassú ez more, hát ez nagyon gyenge. Jaj, nagyon gyenge. Egyébként itt is vannak olyan részek, amik ugye szalma van rajt. Ugye itt még tényleg elég sok olyan föld van, amin van szalma. Azt meg beordhatnám ide majd. Egyébként mondtatok még egy jó ötletet. Írta valaki, hogy csináld azt, hogy beraksz valamit, ami 1 milliárdba kerül. Mármint egy modot. Rakjak be akármit, mondjuk egy Simpson, vagy rakjak be egy nagyon jó kombájn, vagy bármit. Az a lényeg, az legyen a vége ennek a sorozatnak, hogy azt meg tudjam menni. És azt gyakorlatilag úgy veszem meg, ahogy akarom, ha akarom, eladhatom a gépeket a legvégén. Bármit megtehetek, hitelt nem vehetek fel, persze, és nem csitelhetek. De az a lényeg, hogy azt tudjam megvenni azt az eszközt. Nézzük, hogy vannak 40%, 67%. Állítom, gyerekek, hogy az nem adja az a föld olyan jól. Szerintem nem adja azt a föld olyan jól. Be van téve az ablak, meg minden. Úgy látom, hogyha kilép az ember, meg belép, akkor az más. Jó van, gyerekek. Hát hitelt se vettünk fel. Hitelt nem akartam felvenni, mert akkor meg utána meg azon görcsöl az ember, hogy azt is vonogatják, meg minden. Á, gyerekek, nem kell. Nem kell. Jó van. A kapuk azok, hál' Isten, mindig nyitva maradnak. Jó, ide leállok egy kicsit. Egyébként itt is lehet javítatni, hát itt is van műhely. Ott ugye tudnék javítani. Jó van, itt letesszük egy kicsit a Zetort. Azt nézzük. Sanyi, valami baj van. Valami baj van. Kifutottuk, de hol a... Hogyan sikerült ez barátom? Már megint az a baj, ez a izé. Ezek a fehér trutyik. De nagyon jó csinálja egyébként. Na. Arra mennyi, Sanyi. Ez az MTZ, ez nekem bejövős ez a mod.
Hát nem tudom, hogy mennyire fog jól sikerülni. Igen, ezt lehet, hogy nagyon keresztbe indítottam meg. Úgy kb. Egyenesen kellene, mert különben elég hamar kifut. Maximum akkor visszafordul, ugye? De tényleg jól csinálja, figyeld. Már elég nagy területet azért lekultivált. Gyerekek, azért itt van meló. És ilyenkor várjátok, kifut, akkor mit csinál? Visszafordul? Talán nem fut ki. Talán jó lesz, jó van. Hát azért kell itt dolgozni. Ide mondjuk azért nem ártana egy IH tárcsa, meg egy... Hű, gyerekek, igen, igen. Akkor a következő projekt, hogyha meg lesz az 50 000, akkor megvesszük a hamstert, azzal is még pénzt termelünk. Ugye, hogy elmondjuk a szalmát, és akkor következőbe megvesszük az UTB-t. Veszünk rá egy tárcsát, hogy az is tudjon dolgozni. Hogy kettő tudjon esetleg a kisebb földeken melózni. És akkor a következő, az viszont a rávas tiger lesz, és az IH tárcsa. Hogy a területeket azért gyorsabban magam is tudjam művelni. Ja, az lesz, gyerekek. Meg ugye tudnám azt csinálni, hogy körbehúzom IH tárcsával, és akkor úgy csináltatom melóssal, akkor ugye nem kell teljesen kimenni a szélére neki. Most ez a kis traktor, ez hadd dolgozzon valamit, de egyébként valamit legalább. Ez az IH tárcsa szerintem ezt négyszer, 3-4-szer lehúzná. Ami ez a traktor szerintem hányszor mehetett itt el? Hát minimum a 10-szer. Na gyerekek, igen, gondoltam, hogy már megint itt bekeveredtetek. Hát ki is veszem ezt a dolgozót. Mert itt ma túl kicsi a földe, vagy ez a parcella ehhez. Inkább lehet, hogy átrakom ide, gyorsan, átgangolok vele, mert ez nagyobb. Oda nézzetek, milyen szépen. A különben az Auto Combine mód, az hibátlan. Az nagyon szépen dolgozik. Na, hol van az ifám? Ürítsünk közbe. Hát még annyira nem is kellene. Nem jó, nem volt jó hozom ezen a földön. Egyáltalán nem volt jó hozom rajt. Hú, az ifa kotlám. Egyébként az ifa nem volt egy rossz megoldás. Teljesen jó volt. Ez is ugye van, hogy cserés lesz, kamonz, vagy pedig nyerges ifa. Amelyiket éppen érdemesnek tartjátok. Mert nagyon-nagyon adok, nagyon fogok adni arra, hogy mit írtok. Szeretném folyamatosan azokat a dolgokat, amiket mondtok, azokat így betartani. Meg igazából úgy van, hogy több szem többet lát, meg ugye jobban ki tud dolgozni a műveleti tárvét, ez 5 éves tárvét. Ó, azt kellett volna adnom gyerekek izének. Azt kellett volna címnek adni az 5 éves terv. Hát ez lehet, hogy 5 éves terv lesz, hogy meglegyen az 1 milliárd. De egyébként nem, bárjátok, nézzük már meg mennyit költöttünk izére, dolgokra. Ugye, 700 ezeret gyerekek. 700 ezeret már elnyomtunk. Ugye, az lassan az 1 millió. Lassan 1 milliót már beleküldtünk gépekbe, és gyakorlatilag még nem vagyunk nagyon elládva csúcs szuper járművekkel. A fa feldolgozás, hogyha lesz egy tőkénk, amivel azért tudok megfelelő gépparkot vásárolni, kicsit dinamikusabban, nem az, hogy ilyen sokáig tart, megvennem mondjuk egy traktort, vagy pedig egy hamstert. Hogyha lesz megfelelő tőkém, azért az erdészetbe belevágunk, lesz abba pénz. Ugye az Farming Simulator 15-ben még elég jól lehetett keresni az erdészettel. Úgyhogy ezt mindenképpen fogjuk nyomni. És nagyon köszönöm szépen, például Hamutartó is kipróbálta nekem, hogy a szalmát árveszik-e, és hogyha ilyeneket nekem kipróbáltak, meg leteszteltek, és mondtok róla véleményt, hogy ezt így érdemes, úgy érdemes, azt nagyon megköszönöm. Például, hogy mit érdemes termelnem? Deszkát? Vagy egyből eladni ugye a... Ez így most nem jó. Álljál meg, Sanyi. Beszállunk. Vagy pedig csak simán a rönket eladni, vagy pedig a wood chipset eladni, hogy mit érdemes. Az is például jó lenne, hogyha tudnám. Ez célzás akar lenni. Ti vagytok a segítőim. Nagyon meglepődtem, hogy nem írtátok, hogy legyen multiplayer ebből a sorozatból. Megmondom őszintén, szerintem annyira nem is kell a multi ehhez, mert
Ebben szerintem pont az jó, hogy úgy tegyerül, hogy megcsinálgatom ezeket a dolgokat. Meg azt néhányan írtátok, hogy legyen live-ba. A live az igazából mindig az ökörségbe átmegy. És ezt meg szeretném ezt végigvinni ezt a sorozatot úgy, hogy hogy értelmesen. Na, itt is elmoztál, lassan össze fognak akadni. Úgyhogy érdemes lesz majd egy darab kombájnál ezt a picit lecsaptatni. Na, vigyük a izért, vigyük a szemet. Vigyük a szemet, hát ez lehet, hogy nem lesz meg. De indulj el. Nagyon egyébként, nagyon gyenge ez az ifa. Kell majd egy kabasz. Ma láttam egymás mellett körülbelül 10 darab kabaszt, gyerekek. Kabasz terrautót. Meg kellett volna, egy ilyen telepen volt benne, azért nem álltam meg, mert közelükben nem tudtam volna menni. De 10 darab kabasz volt egymás mellett Kanizsától nem messze. Nem is tudom, Kanizsa meg Alsóraj között talán. Itt is ám mindig parázok. Egyébként csinálhatnék utakat, nem? Ekével. Mit tudom én, ahol megjelölném, hogy ott tudok menni. Például itt, hogy hátul be tudjak jönni. Vagy feltérképezhetném, mert lehet, hogy aztán van ám rendes út is, ahol be tudnék közlekedni. Jó, én nagyon bízom benne, hogy jó lesz a minősége a mikrofonnak, mármint, hogy a hanganyag, amit tapasztaltok, az így jó. Lehet, hogy egy kicsit majd a játék hangerőt feljebb kell nyomni. Na, 48, 49, legyen meg, yeah! Gyerekek, már megyek is a hamsterért, és ki fogjuk próbálni. Jaj, de jó. Egyébként ezt a hamstert, ezt régen, ugye a fater is dolgozott hamsterre, nem túl sokat, de dolgozott. Leginkább a szérát szokták vele, bálázni szokták a szalbát, a szérát azt meg össze szokták hamsterelni. Emlékszem rá, hogy nagyon nagy, én kicsi gyerek voltam, és ezeket hatalmasnak éltem meg. Ez mindig úgy volt, hogy úristen, mekkora ez. Hogy nagyon, egyébként nagy is volt, és nagyok is ezek a dolgok. Na, csapjuk neki, gyerekek. Ó, csodálatos hamster. Jaj, de jó. Hát, várjál. Jó, oké, jó. Szuper, működik minden. Jaj, ez nagyon szuper lesz. Kíváncsi leszek. Egyébként egy kicsit még nagy is ez a traktor hozzá talán. Na, hát ki kéne mennünk valahogy a földre. Hát az nem lesz köze. Menjünk a földeken át, az talán érdekesebb, nem? Jó, nagy ívbe kell fordulni ezzel. Jó, oké. Okay. Ja, ez nem kicsi ám. Ho-ho-ho, Ladenwagen! Komolyan mondom, egyébként a német neve, az a Ladenwagen, ez mindig valami olyan, mint valami náci izé. Mi az? Felszólítás, vagy köszönés. Ladenwagen! Neked is Ladenwagen, érted? Nem, nagyon olyan. Ó, itt már tudnék egyébként hamsterelni, de most még nem akarok. Menjünk. Erre talán közelebb is van. Mondjuk, ha nem is közelebb, de közelebb van szerintem, így könnyebben kijutok. Jó van, srácok, szuper. Kíváncsi leszek, hogy lesz, mennyire fogja megérni. Bérelt munkások, dolgoznak ezek egyáltalán? Nem nagyon dolgoznak, ne meg ez... Ez azért van, lesz baj ezzel a melóssal. Ez ugyanott megint megakadt, barátom. Ez tök jó. Ezt úgy kellett volna, hogy körberántom. Majd az IH-val mindig körberántjuk, és akkor nem kell kijönni eddig, érted? Jó, nem is nézem, mit csinál. Ebből meg az egyiket kiveszem, mert ebből megint csak baj lesz. És szerintem az egyik az végzett is. Jó, el is megyek oda. Jó, van, oké, gyerekek. El is megyek oda, és akkor jövünk hamsterelni. Csak ezeket átrakjuk akkor egy másik földre. Ott szembe, azt hiszem az árpa, ahogy néztem. De nem baj. Hú, gyerekek, itt össze lesz szalma, hallod? Azért itt lesz szalma. Oké. Okay. Jó, skocok. Meg még mit akartunk? Ránézzük az MT... De! Jaj, de meg tudta fordulni, ne szórakod. Megint neki megy, figyelj. Áááá! Gyerekek, ki kell vágnom ezeket a nyárfákat. Jó van, csapasd neki, Sanyi, jó van. Ügyes vagy, büszkék vagyunk rád. Oké. Okay. Nem egyszerű az MTZ.
Kicsit meg vagyunk gálva ezek a melósokkal, de nem baj, nem baj. Ja, itt van az összeszállított területem. Figyelni kell már, mert tényleg lassan át fog jönni. Sőt, lehet, hogy át is fog jönni. Ezt akartam megnézni, az MTZ mit művel. Hát, elmegyünk erre, azt megnézzük az MTZ-t. Jó, hamsterezünk. Ott jön, figyelj, de szépen a dobbod. Jó, majd ránézzük, mert tényleg képes arra, hogy izé. Á, visszafordulgat. Meg van keveredve. Nem baj, nem baj. Csinálja csak. Jó, nem, ne, nem veszük el a kedvét, gyerekek. Találd fel magad, haver. Ügyes vagy, jó vagy. Most látom, sok volt a sör. Hát csinálja, gyerekek, nem kell lebaszni egyből. Csinálgassa csak. Akármit is csinál, gyerekek, annyira erőbbre vagyunk, ugye. Keresztbe is beállíthattam volna, azt itt oda-vissza csinálta volna. Ja, kíváncsi leszek erre a hamsterezésre. Ugye ide bevisszük a Tavás bátyának, Tomi bátyának. Itt kimegyünk. Nézzünk körül. Jó, ez az Zetor tetszik. Ez nem kérdez vissza azért, na. Oké, gyerekek. Na, adjunk neki. Adjunk az érzésnek. Azt mondja, hogy B. És B, ugye? És akkor már mehet is bele. Külső részletben megnézem, hogy telik, kíváncsi vagyok. Ezt utána a belső részletezők szerintem. De az autótraktort azt meg sem merem próbálni, úgyhogy ezt... Meg ezt melósra nem lehet csináltatni, ugye? Nem hard. Nem baj, gyerekek. Na nézzük. Én belső nézetben szeretném ezt csinálni. Mert az olyan jó, és akkor lehet közben anekdótázni. Nyomjunk egy tempomatot. Úgy, gyerekek, úgy, telik szépen. Telik? Talán telik, ugye? Ja, hát ott lenézem a százalékos kijelzést, akkor... Gyerekek, nem nagyon telik. Miért nem telik? De telik. Hú, ez nem gyors, gyerekek. Jó van, nem baj. Ja. Sajnos egyébként a foternál, ugye, amikor szoktam traktorozni, nagyon kevés ilyen földmunkát végzett. De... meg még egyébként az nagyon durva, így a régi világba vissza... vagy régi világról így gondolkoztam múltkor, hogy... hát ilyen játékokat szoktam kitalálni magamnak, főleg kisebb koromban, amikor szoktam ülni a fater mellett a traktorba, hogy mondjuk, most ez elég abszurdnak tűnik, hogy kisgyerekként, hogy mondjuk a ifát láttam, akkor azok ilyen ellenséges járművek voltak, és akkor az, mondjuk azokat le kellett lőnöm a kabinból, de az volt a durva, hogy iszonyatosan sok ifát láttam, úgyhogy azért választottam például az ifát, mert így mindig találkoztam, folyamatosan találkoztunk vele. Nem is nagyon emlékszem másik terrautóra. Ja, de emlékszem, az írre. A kék zírre, a 130-asra. Arra nagyon emlékszem. Arra emlékszem. Az, az... Hát olyat nem is láttam szerintem. Szerintem 20 éve nem láttam azt a kék zírt, tudjátok, a fehér elejével. Pedig az is annyi volt belőle, mint a sár. Jaj. Meg hát amiket láttam még, mármint így gyakoribb volt talán a Csepel. Már az nem annyira volt. Nem, a Csepel az ugye inkább ilyen hadseregnek volt. Na, izét, nem, tényleg nem akarok hazudni, szerintem ifákat szoktam látni, meg zileket. Én például rába teherautót, az full nem szoktam. Azzal soha nem szoktam találkozni. Persze tudom mi az, meg ismerem őket, de ugye az országutakon, meg ugye a gyerekkoromra visszaemlékezve nem szoktam találkozni velük. Hát meg a rábos tigerek, ugye? Hát azok meg olyanok voltak, hogy az ember látott egy rábos tigert, az ilyen nagyon monumentális volt. Tényleg a régi világban ugye a legnagyobb traktor az esetleg volt a kisebb kristálok, meg az MTZ-ek, hát azokhoz képest olyan mond, mint hogyha egy ház, mint egy, nem is tudom mekkora lehetett. Főleg gyerekként azt megélve, hogy akkora voltál, mint a mondjuk a kerekének az egyharmada. Ez meg sipolt, meg dübörgött. Nem is tudom, az... Tényleg az egy lenyűgöző látvány volt.
Múltkor néztem pont van itt a szomszéd faluba, van egy YouTube csatorna, és Szummer László, keressetek rá nyugodtan, ilyen rávas tengerekkel foglalkozik. Azokat, mármint úgy foglalkozik, ilyen régebbi gépekkel, MTZ, Forsreet, meg rávas tenger, ilyeneket használ a gazdaságába, azért is, mert például az édesapja az rábázott, meg ő is rábázott, és igazából ilyen hagyománytisztelet is, hogy nem az új gépekkel dolgozik, hanem a régi, nagyon régi rábákat újítja fel. Például 250-es rábája van, aztán van egy 240-es rába, azt nem tudom ismeritek-e, az a 180-as, amelyik ugye elő van a kabinja, és ugye az nem törzs csuklós, hanem az azt hiszem, hogy összkerék kormányzott. Tehát az azt jelenti, hogy az első és a hátsó tenger is kormányzott. Azt hiszem, hogy azok, van neki egy az is, és a 240-es mozgó gazda gyerekek, hát nem soda, hát ilyen eredményeket elérek. Igen, van neki egy olyanja, és az összes gépről így vannak videók, például amikor a 240-est kirángatják, gyakorlatilag olyan szintről hozzák vissza a gépeket, hogy kirángatják például ezt a 240-est, azt egy ilyen bele van gyakorlatilag rohadva a földbe, és akkor úgy húzzák ki, a gumik azok szét vannak málava, és akkor utána van róla videó, amikor újraélesztik, szétszedik a motorját, megcsinálják. Hát most nem olyan régen néztem tőle azt, hogy egy ilyen 250-es rábas tenger gyakorlatilag szögig minden, az utolsó csavarok felújítottak. Tudom, hogy elhagytam a szalmát, gyerekek, bocsi. De tényleg, úgyhogy a motorját is mindent felújítottak rajt. És ahol felújították a motorját, ott padolták. És hozta, ugye azért 250-es rába, mert ugye 250 lóerő, hozta a 250 lóerős gyári értéket. És nem is az a durva egyébként ezekbe a gépekbe, ugye, mert azt mondod, hogy hát 250 lóerő az nem sok, hisz egy utcai autó már esetleg a többszöröse lehet. De nem az számít ezekbe a gépekbe, nem csak a lóerő, sőt nem a lóerő, hanem a nyomaték, ugye, határozza meg, hogy gyakorlatilag milyen erős. És valami 1000-valahány száz newtonméter volt a nyomaték. Bazza mondom, ez nagyon durva. A 250 lóerővel természetesen. És viszonylag mondhatni nem is olyan nagy motor. Ugye egy sorhatos turbós dízel motorról beszélünk, ugye a 250-es rábába. És ugye, hát gondolom akkor a 300-as rábában ugye 300 paci van, nem tudom biztosan, megmondom őszintén, nem olvastam utána nagyon, de azt tudom, hogy volt egy 500-as rába, talán egy vagy kettő darab készült belőle, és azt meg úgy csinálták, meg hatalmas, keressetek rá, hogyha esetleg eddig még nem tettétek meg, hatalmas nagy dög volt, és azt úgy csinálták, hogy akkor az a kettő darab, 250-es rába motort dobtak bele, Úgyhogy a törzscsukló első részén is volt egy 250-es rábamotor, meg a törzscsukló gyakorlatilag ugye a hátsó részén is volt egy 250-es rábamotor. Hát ez egy hatalmas volt, egy olyan fénykép van róla neten, ahogy így állnak mellett az emberek, hát ez nagyon brutális volt, ez nem tudom azt mire akartak. Hát azt hiszem egy darabot vagy két darabot csináltak belőle, bemutatták valamilyen ilyen régi, nem Agrár Expo, mert ugye azt még nem annak nevezték, hanem egy ilyen mezőgazdasági bemutatón, és annyi volt talán. Azt hiszem valami szántást végeztek vele, de hát ugye nem volt egy életképes konstrukció, de tényleg érdemes megnézni róla a képeket legalább. Meg egyébként én a Dutráról olvastam nagyon sokat, hogy a Dutra volt az egy abba az időbe, amikor azt csinálták. Ugye, ugye tudom, hogy a rábas tenger ugye az magyar. De azt ugye nagyon sokan, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az azért nem teljesen magyar, mármint úgy nem magyar, hogy a rába motor az magyar.
Viszont maga a konstrukció, ugye maga a kaszni, maga a felépítmény, a maga a traktor az nem magyar, az magyarok gyártották természetesen, de az egy amcsi licensz. Ugye a Steiger, az egy amerikai licensz, keressél rá nyugodtan arra azt is érdemes megnézni, hogy Steiger, Tiger, mint a tigris. Steiger Tiger, azt beütöd, és akkor az eredetiét meg tudod nézni, ami amerikai gép. Azt hiszem abban egy V8-as engine van, motor van, elég impozáns jármű, de gyakorlatilag pontosan ugyanaz, mint a Rába Steiger. Ugyanazzal a kasznival gyártották. Na, azt lelicenszelték ugye a magyarok. Megvették a licenszet. Érdekes, hogy amerikai licenszet vettek ugye a kapitalistáktól, és ugye a komcsik, gyakorlatilag vagy a szocialista Magyarország, és akkor megépítették azt a kasznét, ugye ugyanúgy, teljesen ugyanúgy, tényleg minden, még a fülke is minden pontosan ugyanúgy néz ki, és belerakták ugye a Rába a sorhatos turbomotort, ami ugye például azt hiszem, hogy a Rába teherautóban is van, meg van bizonyos buszokban is talán. De ezt Daniel Schindler majd meg fogja mondani, ki fogja javítani. Igen. De viszont na, a Dutrára visszatérve, Dutra az meg, ha jól tudom, az meg teljesen magyar fejlesztés. Ez egy magyar fejlesztés. És nagyon előre haladott technológia volt a maga idejébe. Gyakorlatilag olyan szinten világszínvonalú volt. Amúgy egyébként, ahogy minden Magyarországon, vagy nagyon sok dolog, például a hifi technológia. Na, 98% közben. Tudom, egyébként nem állítottam be a kombájnokat, viszont ezt ki akartam próbálni, hogy ezt érdemes-e csinálni. Úgyhogy ezt várjátok. Meg vagyok rendesen keveredve, more, hol vagyok? Jó, 100%. Hát akkor visszafordulunk ezen a földes után. Aztán elvisszük, akkor megnézzük, hogy mennyit adnak érte, vagy hogyan. Hát, megmondom őszintén, nem vagyok benne biztos, hogy ez nagyon megéri nekünk hamsterelni. De tudjátok, ez mire jó az a hamsterelés? Arra, hogy így tudunk egy kicsit anekdótázni, tudunk egy kicsit beszélgetni. Nem az van, hogy pörög megállás nélkül. Hát ne csak arról szóljon ugye a videó, hogy mi, mint az őrültek rohanunk, hanem beszélgessünk is dolgokról. Hogyha gondoljátok, dobjatok fel témákat, vagy esetleg miről szeretnétek hallani, miről szeretnétek beszélni, lehet ez egy gép, vagy esetleg tényleg akkor lehetne mondjuk a Dutra különböző verziói, és akkor átbeszélhetnénk azt is, ezeket is, és akkor én is utána nézek jobban, és akkor mint egy ilyen kis ismeretterjesztő tartalom is lehetne ez a csatornán. Na, hol kell ezt leadni? Akkor oda kell nekem betolatni? Erre kíváncsi vagyok. Vagy lehet, hogy nem kell betolatnom, hanem csak ide járnom. Na várjál. Ajjajjajjaj, more, oda nézzé. Ó, gyerekek, nagyon király. Ja, megy a izé, még mindig pereg. Hogy ilyenkor pörög az alsó? Nem biztos. Lehet, hogy amikor kifele tolja, akkor is ugye hagyja. Nagyon jó. Milyen lassan rakja ki, tök jó. Mennyit fog érte adni? Oda nézzetek, nem rossz. Szerintem ez baromira nem rossz. 7000-et ad érte, gyerekek. És szerintem ennek nem változik az ára, mert ugye itt sincs ugye feltüntetve. Aha. Várjátok, hol van a izé? Falpitték méz. Szilás, és nincs is. Nincs feltüntetve, abszolút. Látjátok, méz, napraforgó, borjú. Meg ilyenek vannak, de az például nincsen feltüntetve. Attól még mondjuk változhat az ára, de szerintem nem fog. Tök jó, tetszik, srácok, tetszik. 8000 van, 7000 valamennyit adott érte. Hát megmondom őszintén, azért nem a legnagyobb üzlet a világon. De úgy, hogy például, hogyha lesznek nagyobb kapacitású, itt kell elmennem, ugye? Így, és akkor arra. Lesznek nagyobb kapacitású gépeink, akkor például kombájnok, akkor amellett simán el tudunk dolgozgatni ilyen műveleteket is, meg hát tényleg tudunk beszélgetni, azt tetszik. Ott a kanapé, oda le is tudunk ülni, gyerekek, egyet dumálgatni, egy sört meginni, mi?
Tudom menni a vadászlesbe. Egyébként nálatok nem mánia az, hogyha vadászlest láttok, akkor fel kell menni bele. Azt mondom, hogy rakjuk át a kombájnokat a másik földre. Ürítsük le őket. Ezt elhozom. És akkor itt, ami mellettünk van föld, és ott legalább nem is kell paráznunk attól, hogy rámegyünk a sinekre. Áthozzuk a kombájnokat, és akkor nekiállítjuk ennek a földnek-e. Az meg árpa lesz, ha jól sejtem. Ezt itt hagyom. A kombányokat át... Ez már megint miért áll, hallod? Ez. Srác, mi történik itt? Hol vagyok? Vissza kéne fordítani arra. Ez... Nagyon nyögvenyelős ez az MTZ szegény. De hát a földnek szerintem már egy 30%-át megcsinálta. Úgyhogy semminél jobb mindenképp. Adjál neki, Sanyi, menjél. Rád se nézek. Rád megbízok benned. Jó, ez a mai rész egy kicsit ilyen beszélgetősebb, vagy egy ilyen kis nyugisabb. Nem arról szól csak, hogy hagyjuk a pénzt, mint a bolondok. De hát nem is baj. Valahol át kell nekem, evicc kérem. És, úgy. Oké. Na. Itt meg akkor ürítünk egyet. És akkor... Ürítünk, és akkor neki is küldjük annak az árpa földek, jó? Hogy nagyon tuti. És akkor azt tarassa, hogyha esetleg meg is áll, akkor sincs olyan nagy probléma, meg hát ide nagyon közel tudjuk hordani. Nem tudom, jaj, more, ezek, ó, te fiú, hallod, ezeket, még szerencsére nem nagyon törtem össze. Ezeket, aki lerakta, ez komolyan mondom, az őrült volt. Itt ezen a sínen ugye nem közlekedik vonat. Ez nem kicsi megint az a föld. Figyelj, és ez elmegy arra is, hogy az egész mávot így majdnem, hogy körbe fogja. Jó, hát igen, az árpa lesz. Nem baj. Ezzel is megyünk. Jó, és kacok. Haladunk azért. Hát egy ilyen kiegészítő tevékenység. Viszont ezt az egész földet összehamszerezni, az nem egy leágyálom. Azért el lehet azzal lenni. De ez tényleg akkor, hogyha... Kicsit azért félek ettől a dologtól. Lehet, hogy egy kisebb traktorra kéne hamsterezni. A vetőt meg ráállítani a... Ennek ki kell fordni a magát. A vetőt meg ráállítani. A nagy vetőt a... Minek nevezik? Zetorra. Itt nagyon para. Tele van izével, tuskóval meg minden. De valószínűleg így reális, nem? Az meg nagyon jó benne. Úgy né. Ez az. Jó van. Na, akkor a következő projekt az lesz, hogy meg kéne vennünk az UTB-t. Meg igen, tudom, rakok be tutrát és ne aggódjatok. Megvesszük az UTB-t. És akkor... Kettő darab tárcsával fognak megmunkálni földet. A srácok, ugye a munkások. És a következő projekt, megvesszük az IH tárcsát és a rábastelget. Úgyhogy az egy kicsit nagyobb pénz lesz. Így kell egy kicsit gyűjtögetnünk. De muszáj lesz. Mert azzal azokkal a pici gépekkel viszont nagyon sokáig tartanak. És kellene egy olyan, amivel én dolgozok. És kicsit ki tudom egészíteni a munkásoknak a munkáját. Gyerünk. Jó. Ki kellett üríteni mindenképp ugye árpárvátunkat. Hát ez mi az valami üze van? Ja, valami folyó, reméljük nem borul bele sehova a gép. Jó, a gyerekek, hat menjen. Nekünk akkor annyi kellene, hogy addig, amíg csinálják a betakarítást, addig mi megcsinálhatjuk ezt a munkát, ugye? Ó, nagyon jó. És akkor megint tudunk anekdótázni. Aztán figyeljetek, tudjátok mit fogunk csinálni? Ha megtelenek a kombájnok körülbelül, akkor fogunk indulni. Nem az, hogy ott fogunk várni a föld szélében, hanem addig tudjuk ezt csinálni. Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz. Az MTZ-re hadd nézzek rá, gyerekek. Ó, itt dolgozik az MTZ is, nagyon jó. Figyeljetek, most meg már csak addig megy, úgyhogy tök frankó. Komolyan mondom, meg vagyok elégedve vele, mert most nézzed meg, oda nézzél, fiú, hallod? Azért nem rossz szám ez. Gyerekek, azért dombom fölfele szenved, figyelj, 8... 9...
Na azért ez pont ki van találva, ezeknek szépen körbe, jaj. Gyerekek, hát szépen dolgozik, dolgozunk, megy a gazdaság, itt meg ezt jól volna, hogyha... Ja, gyerekek, hát nagyon élem, tetszik. Csináljuk, csináljuk ezt is, aztán amikor így... Az a föld, megnézod, milyen jó adja, bazza, már 33%-a van. Itt az kell, hogy mindenképp permeteznünk kell, srácok. Trágyázni, permetezni, mert akkor lesz igazán jó hozam. A permetező helikoptert be kell raknom egy, mondjuk egy 500 000 forintért, aztán össze kell gyűjtenünk a zseton. És akkor azzal ugye könnyen permetezünk, de a könnyű permetezésnek ugye az lesz az ára, hogy baromi drága lesz. Azért minimum 500 000 euró. Tehát belegondoltak, 500 000 euró, azt, hogyha megszorozott 330-al, ugye az... hát az 150 millió forint. Tesó, baze! Hülye vagy? Az nagyon kemény. Azért én sem vagyok mozoista, gyerekek, 150 millióért rakok be egy izét. Egy ilyen régi szutyi helikopter. Mondjuk azt nem lehet olcsó, szerintem egy olyan 50 millió megáll. Áll, még annyiba sikerül. Jó van, gyerekek. Na. Aztán, hogyha egy olyan 80-90%-on lesznek a kombájnok, akkor fogunk átmenni oda. Ürítünk egyet, gyorsan eladjuk, és akkor így megy. Ez is, meg az is. Hát tudom, egy kicsit egy elhanyagoltam ezt. Ezt a szalmát itt. Próbálok úgy fordulni, hogy összekapja. De hogyha egy-két rész elmarad, akkor bocsássatok meg érte. Ott rohadjon meg, rárohad. Legalább lesz egy kis trágya alatta. Rám, aláforgatjuk. Aláforgatjuk tárcsávat majd. Nagyon tetszik ez. Még egy UTB lenne, simán a földeket ellátnák, a kisebb földeket, az UTB meg az MTZ. Azokról le se fog kerülni a tárcsás küszöm, hanem akkor az lesz, hogy az etorra fog majd rákerülni a nagyvető. És mi meg akkor ilyen tárcsa, és rábasteg kombinációval fogunk dolgozni. Kiegészítjük ugye a két kis traktornak a munkáját. Hát ez szerintem teljesen szuper lesz, gyerekek. Ezért írja is, hogy szalma, hogy búza szalmát gyűjtünk. Azt nem is tudtam, hogy külön van, nézzétek meg. Ugye ott fönt írja, hogy keeper 15 km per órával megy, ugye a zetorral, és írja, hogy izé, hogy szalma per búza. Nem is tudtam, hogy van külön. Külön, ilyen szalma, meg olyan szalma. De szerintem egyébként rá tudnánk szedni azt is, a másikat erre, de a franc tudja. Ó, nagyon tetszik most ez, hogy ilyen szépen mennek itt a dolgok. Ezt még összekapjuk, srácok. Köszönöm szépen az ötleteket, és köszönöm Hamutartónak is, hogy kipróbálta. És hogyha valamit kipróbáltok ezen a mapon, és úgy gondoljátok, hogy az jó üzlet lenne, akkor nyugodtan írjátok meg nekem, én bele fogok vágni ebbe a bizniszbe. Szerintem egyedül, mondjuk úgy, hogy egyedül nem fog nekem összejönni az, hogy én össze fogok kalapálni itt 1 milliárdot. Kell a segítség, kell az, hogy ti is ötleteljetek, hogy mégis hogy lehetne ezt megvalósítani. 1 milliárd eurót? Jaj, tesó! Nagyon sok! Nagyon sok lesz. Igen, 70%-on van az árpa. Hát egy 80-90-nél előbb én nem fogok rávenni. De azt nézem, az MTZ... Ja, az MTZ-t is látom, hogy dolgozik. Jó van, ott fent az a mód, az nagyon jó. Mindig kérdeztétek egyébként, hogy milyen mód az. Sokan kérdezitek minden részt, azt hiszem glace. Glace, ugye? Glace. 74%, 90-nél előbb én nem fogok ráváltani az ifára. Nem fogom azt csinálni, hogy én azokat várogatom állandóan. Hát dolgozzanak. És hogyha... repcét fogok aratni, ugye az sokkal inkább lassan fog, még inkább lassabban fog telni, mert annak nincs olyan nagy hozama, ez fele ilyen lassan fog telni, úgyhogy na, bőven lesz időm dolgozni más dolga, munkákat, ki tudta mondani a képer. Ó, hát ez nagyon jó így. Most figyeljetek, egy 50%-ra szedek egy ennyit, az ugye közel 4000 euró. 4000 eurót keresek, miközben igazából dolgoznak a munkásai. Na, most 83%-on van az árpa. 80, 90-nél fogok ráváltani.
És akkor így akkor ki tudom használni itt a dolgokat. Ó, tök jó. Tetszik. Tetszik, viszont hamsterelni messze meg nem érdemes elvinni a szalmát. Ezt azt kell csinálni, hogy olyan helyekre kell vinni, esetleg hogyha ott a közelbe, mármint a TS telep közelébe vannak, vannak földek, akkor azt oda kell behordani, aztán majd állatok alá jó lesz. Mert annak nem lesz értelme, hogy eladásra ilyen nagyon messze. Tök jó. Ez jó nagy ívbe kell fordulni. Hogy kapja össze. A 90% álljatok meg egy pillanatra. Ó, tök jó. Ez az MTZ, az meg nagyon ügyes. Na nézzük, hol vagyunk. Ívva projekt. Ó, ez tök jó. Pont itt vannak. Pont itt vannak. Ó, várjatok! Búza van rajt. Jó, amore, akkor vártok, csávok. Búza van rajt, mi? Már írtátok volna, nem tudok megfordulni. Olyan nagy ívbe fordul ez az ifa, hogy őrület. Ja, búza van rajt, tudom. Rájöttem közben, bocsász. Jó. 9, nem baj, addig várnak, ott rohadjanak meg. Hát itt messze nem. Remélem átveszik az árpát egyébként. Néha olyan dolgokat is átvesz, érdekes módon, amit nem ír. Mert ugye például ott is a bálát írja. Nem azt, hogy szalmát is, és átveszi a szalmát is, úgyhogy szuper. Érdekes. Jó, megtellett az első kombájn. Kombájn. Jó. Mindenképp át kell állni a repcére. Az repce az jó lesz, mert kisebb a hozama. Viszont drágább, úgyhogy nem kell olyan sűrűn üritelgetni a kombájnokat. Üretgetni. Gyere barátom. Ürítsünk. Adjál neki is annyi. Ránézek erre a földre, várja messzebbről. Hát ez megint jó. Meg ott is van egy nagy föld, oda nézzük mekkora. Ó, itt a közelből ide be tudok mindent hordani. Könnyen. Meg így ráadásul akkor az izét is be tudom hamsterezgetni. A szalmát. Ó, nagyon töti. Oké, haver, menjél, csapasd neki. Az árpa az nem tudom mennyibe megy. Meg ide a máfhoz hordjuk, itt meg nem is írja. De jó lesz. Ó, ott is el fogja csípni. Három részre fog osztódni ez a föld. Gyerekek, nagyon gyorsak ezek a kombájnak, tetszik. És ott is szemben, jaj. Egyébként a legelején a sorozatnak írtátok, hogy remélitek, most már be fogom lakni az egész mapot. Hát, nem panaszkodhattok. Olyan helyeken járunk, ahol értembe nem. Azt sem tudtam, hogy léteznek ezek. És most ismerem meg körülbelül három év múlva, vagy három év után ezt a mapot, mert eddig gyakorlatilag nem. Használtam ki az egészet. Ja, UTB-t kell vennünk 70 000-be fáj, utána meg akkor még esetleg egy dútrát. Dútrát, aztán az úgy jó lesz nekünk. Ja, várjál le! Ez még nincs leüridve. Csak ma nem félt rá. Ó, fiú. Húhúhú, gyerekek. Húhúhúhú. Azon gondolkozok, itt az erdőbe át tudunk-e menni, mert az jó lenne. Ez meg nem fogja tudni kiüríteni magát teljesen, úgyhogy ez az első, az elég hamar meg fog telleni. Viszont ezek szét fogják szabdalni a területet, ugye a harmadik az valószínűleg már vissza fog fordulni a csücskön. Ez a kettő, ez meg elmegy ezen a részen. Jó lesz ez. 100%-ra megtölti a kombájn. Ó, gyerekek, ennek nagyobb a hozama, vagy nem tudom, mi a szar? Á, izét kell, repcét kell mindenképpen, mert ez nem biznisz ma. Tök jó jön a pénz. A keeper, néha oda néz. Tényleg nem kellene énekelni. Nagyon jó. Megnézem, mennyit adnak ezért. 14 000 literünk van. Ó, és itt nem kell félnünk, hogy átmegyünk a sinen sem, mert erre nem jár a vonat. Ó, tök jó, hogy a MÁV-nál el lehet adni. Jaj, de nagyon imádom ezt a mapot, a legjobb a világon. Hát remélem, hogy el lehet adni, ugye? Veszik, gyerekek! Kíváncsi vagyok, mennyit ad. Jó lesz ez, jó pörög a pénz. Oda nézzél, tesó! Ez jobb, mint a búza! 13 000! Baromi jó. Nagyon jó. Az UTB-re gyűjtünk. Fú, és azt a földet meg tudjuk művelni utána, már csak annyit kell, ám azt a baromi nagy földet elvetjük.
Nagyon adja. Majd megnézem itt a dolgokat. Oda nézzél, ez meg nagyon ügyes. Nagyon mennek a dolgok, srácok. Nem hiszem el, nagyon jó. Nagyon ügyes ez a kis MTZ, és pont jókor váltottam rá, mert... vissza kell fordítani. Hát annyi, hogy ugye, ha nem gépi munkással dolgozunk már, vagyis nem autotraktorral, akkor vissza kell fordítani. De várjátok, szerintem nem fordítom vissza, hanem akkor elbúcsúzok. Most ugye egész jól állunk. Ja, hát ezeket úgyis át kell rendezgetni itt. Na srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Akkor kíváncsi vagyok arra, hogy akkor szerintetek jó-e az, hogy most UTB, tárcsa, és akkor az még jobban tudom művelni a földeket, és utána már rába és IH tárcsa. Meg ugye majd vetőt kell venni a Zetorra, a nagy vetőt. Körülbelül ebből fogunk gazdálkodni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, tényleg, jók legyetek, csumi, csá, tippeket írjatok ezerre. Pá!